Barics, oi! Gyönyörű védés! Nem először rendezik meg az Éjszakai Mikulás kupát városunkban, amelyre idén is szép számban jelentkeztek. Ötödik alkalommal írtuk ki az Éjszakai Mikulás kupát, amit a kiírás előtt már elkelnek a helyek, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy a fiatalok fontosnak gondolják a sportot, és nem csak a bulizást, hanem tényleg a pályákon meg tudják mutatni a tudásukat. 10 csapat nevezését fogadták el, 2 5-ös csoportba sorolták őket, körmérkőzések döntik el a helyezések sorrendjét. Az első 4 helyezett jut tovább a legjobb 8 együttes közé. Ők egyenes kieséses rendszerben folytatják tovább a küzdelmeket, majd a legjobb 4 csapat keresztmérkőzést játszik a döntőbe jutásért. Ezután a vesztesek a 3. helyért mérkőznek, míg a győztesek döntőt játszanak a torna győzelemért. A Dunaui Városi Labdarúgó Szövetség az első 3 helyezett csapatot oklevéllel, kupával és éremmel jutalmazza, valamint a legjobb játékosnak, kapusnak és a gólkirálynak egy-egy külön díjjal ismerik el a játékát. A meccsek este 8 órakor kezdődnek, az eredményhirdetés a tervek szerint reggel 6 órakor lesz.